Négy csíkszeredai csatárt igazolt a brassói korona jégkorong csapata. Bíró Ottó, Bíró Gergő és Bíró Mátyás egy-egy évre, Tránka Dániel 2 évre kötelezte el magát a brassói MOL Liga csapatánál. Egy korábbi bejelentés szerint a brassói korona idegen légiósok nélkül vág neki a 2015-16-os idénynek. Ilyen szempontból jónak tűnik az erősítés, hisz Tránka Dániel fiatal kora ellenére alapembernek számított Csíkszeredában. Arról, hogy ki lesz a korona új edzője, még nincsenek hírek. A magyar küldöttség 2 ezüst és 1 bronzéremmel zárta az európai játékok 13. versenynapját. Juhász Janka 1500 méter gyors úszásban Karakas Hedvig cselgáncsban lett ezüstérmes. Csernovicki Éva pedig szintén cselgáncsban bronzérmes lett. A romániai küldöttség 1 aranyérmet szerzett Andrea Kicu cselgáncsozó révén. Tájfutástól lesz hangos Kolozsvár a hétvégén, ott rendezik ugyanis az ifjúsági tájfutó Európa-bajnokságot, amelyet a Kolozsvár 2015 Európa ifjúsági fővárosa keretében szerveznek meg. Közel 20 év után ismét világversenyt rendezhet Románia tájfutásban. Utoljára 1996-ban Govorán került sor a junior világbajnokságra, ezúttal pedig ifjúsági Európa-bajnokság rendezési jogát kapták meg. A helyszín ezúttal Kolozsvár. Nagy nyüzsgés van Kolozsváron, a tájfutók körében főleg. 32 ország regisztrált, és 380 ifjú sportoló nyüzsög itt a terepen. Ezen kívül egy 90 hivatalosság edzők, meg szövetségi vezetők, meg mindenféle. A romániai válogatott felét erdélyi magyarok alkotják, közülük éremesélyesnek számít Bogya Gergely és Néda Ágnes is, de rajtuk kívül bármelyik hazai okozhat meglepetést. Az IFI EB legjobbjainak a skandinávok és a svájciak számítanak, ők is népes csapattal érkeztek. A verseny vasárnapig tart.